felkeresett minket. Azt hallottuk, hogy betöréssel próbálkoztak itt önnél. Igen. Elmondanám, hogy történt az eset? Hát úgy történt, hogy eljött a kapun, nyitva volt a kapu, és ott egyenesen ment a villanyórához, nem is? És akkor bejött, valamit írt ott valamit a villanyórának, és akkor bejött, azt mondja, én leszek ezután a villanyóra leolvasó. Aztán mondtam neki, mondom, hát ő nem ilyenkor szoktam a villanyórát leolvasni, de mindig augusztusban egy hölgy szokott jönni. Azt mondja, hogy ezután majd ő olvassa meg. Azt most, hát megkezdtem, igazolvány mutatott? Semmi. De én még nem vártam, Isten húgónak, hogy a fejbe van, vagy valami, meg nem is lehetem azért bemenni üdítőjén, hogy hozzak ki neki, mert mondom, hát, hogy ellopja a két telefont. És bejött, és mi történt itt bent? És akkor kijött, megívott egy fogad jelesteát, aztán azt mondja, hogy július 29-én fogok jelentkezni, és akkor majd háromszor 5800 forintot tetszik fizetni. Tehát itt kutakodott bent? Igen, kutakodott bent. Tehát van nekem egy gondozóm is, és a szekrény tetején nem úgy voltak azok a kis üvegek, meg minden felragva, mint ahogyan hát a gondozóm felragva. Valószínűleg gyakorlott volt, tudta, hogy hova szokták rejteni a pénzt. Igen, úgyhogy nem talált semmit. Még az a szerencsém, hogy nem találta meg a bankkártyát, meg a PIN-kódot. Az a szerencsém. Fejezetem, ő kérte, hogy jöjjenek be a lakásba? Én itt voltam, ő megjött be. Úgyhogy aztán ott ült, akkor önül, és akkor hát most, amit elmondtam, hogy így végződött, kijött, hozta ki a jelesteát az üvegbe, ivott egy pohárral, elköszöntem egy csókolom. Jó szemű tetszett lenne. Igen. Hát most nem tudom, hogy aranyat keresette, vagy mit keresette, de bement a fiúknak a szobájába is. Mert ott is, tehát nem úgy volt minden a szekrény soron, ahogyan én átakoltam. Azt akarjuk még megkérdezni, hogy tett valamit a rendőrség, a polgármester, vagy pedig az önkormányzati képviselő ezzel kapcsolatban? Tehát bármilyen eredményre jutottak? Hát ne, ugye Zsolti telefonált a rendőrséggel, annyit mondott a rendőrség, hogy ki fognak menni a kisállomásra és a nagyállomásra is, és körülnéznek, hogy tudja a hölgy személyre leírást adni, és én tudtam róla, milyen ingúr vagy, milyen ladra, milyen féltésű, barna hajú, úgyhogy jól öltözött volt. És később tetszett kapni értesítést? Nem, semmit. És hallott más ügyről is itt a környék, vagy nem ugye ez az ember próbálkozott volna? Igen, én telefonáltam át a szomszédjaimnak, és akkor sehol se járt, csak pont én malom. Sehol nem jártam az utcába, sehol. És esetleg ilyen betörések, vagy hasonló dolgok vannak itt az utcában, vagy a környéken tetszett valami? Hát, annyira, hát igen, itt szemben a Péternek, egyik nap vásárolt egy fűnyírót, másik nap állogtak. Úgyhogy arra hátra vitték el a vasatoldalba. És ugye egyenlő vagyok, aztán azért, hát kicsit olyan félnek. Úgyhogy, hát most mit csináljak? Hát bezárkódom ajtókat, mindent. De hát egy betörő az be tud menni akarhova is, hogyha akar. De hát ugye mondjuk az igaztal, hogy itt van egy érzékelő lámpa itt a sarkon, meg itt a villany égpont a kapunk előtt, aztán abban is reménykedek, mondtam, hogy nem már nem betörni.